Itt már megzavarodik a szerelőm. Vagy három napig feléjesen néztem borcsának. Csak a kis bolytártú kérdezgettem, hogy mondok, mit tudsz, nem szidotta engem? Nem, a Szandi. Hát mondok, arról nem szólott-e, hogy fáj ása? Nem, a Szandi. No, mondok, akkor talán nem ötte meg az körtveit. Volt a bárónak akkor egy szép deres paripája, hóka a fejére. Jó, táncos, jó szár, ugye meg a fene. Mögért 500 pöngőt, ha nem többet. Azon ültem én legörömestebb, mert jártatni köllött kétszer is napjába. Hát, arra rúgtattam aznap. Azt mondok, ha meglátom borcsát, megszólítom, ugye meg a fene. Azt majd kitudódik, hogy mögötte-e a szappanyt, vagy nem ötte meg. Ha nem ötte meg, akkor tovább pitvallok, ugye meg a fene. Ha pedig mögötte, akkor elugratom az paripámat. Hát a répa földön tanáltam borcsát. Adj Isten, mondok, rúzsa szál az répába. Adj Isten, feleli barátságosa. Hogy olyan szépen somolygott rám, hát mindjárt tudtam, hogy nem ötte meg a szappant. Möttán szóltattam a lovamat, ugye meg a fene, azt möge oda szóltam neki, hogy mondom. Halladé, mit csináltál te abba a körtvéje, akit adtam? Elvörösödik borcsa, azt mondi, hát tudja Kent, hogy olyan szép piros volt, bevittem a kis bárónak, mondok, hogy ölje meg. Na, mondok, most már tudom, hogy miért hajtottunk tennap az doktoré, ölje meg a fene. Ettől fogva mögen eljártam borcsáho. Azt úgy belé gyönyörködtem én, ölje meg a fene, hogy se éjszakám, se nappalom nem volt, hogy színös szüntelen rá ne gondoltam volna. Még mikor a lovat kefétem, akkor is olyan volt nekem, mintha ütet keféném. Midőn estve ott ültem, ölje meg a fene a hodály mögött, azt olyanokat csókoltam rajta, mint a pisztolylövés. Mondta is egyszer az apja, hogy a Szandi, hallod, é, Pali, mit taposódó te az én jányom körül? Má Sándor bátyám, mondok, öt életem, öt halálom, ölje meg a fene, de üldözd a feleségem, vagy a fekete halál. No, a Szandi, hát, mögödjeszködtetek? Meg, mondok, az utolsó kapa fődik. Hát, adták is volna, borcsát szívesen. De hogy az uraságnak is megakadt rajta a szöme, hát, ölje meg a fene, béröndelte belső jánynak. Hát, csavarta ez az én orromat kögyetlenül. Alig is vártam az estét, hogy szólhassak vele. Minden este kiszökött mosogatás után. Azt elmondta, hogy hogyan gácsérkodik körülötte az báró. Egyszer este aztán kisegyütt, ugye meg a fene. Csak ahogy napközben meglátott, hát olyan lőtt, mint a cégla. Na, mondok, a keservit annak a gémlábú bárónak. Töszök valamit. Megvárom az estét, ülök a gyesznó hól előtt, várom borcsát. Nem gyűn, ugye meg a fene? No, mondok, most már jött cakát. Abba bej az istállóba. Tarisznyába vetem a kunyámat, kulacsot az oldalomra, fokost a kezembe. Kivezetem a döröst, ugye meg a fene? Ülök az hátára. Oda vágtatok az uraság ablakáhon, megzörgetem az fokossal. Ki az? Azt mondja a báró. Én vagyok, mondok. Hogy a szavamról rám ismert, ölje meg a fene, hát kinyitotta az ablakot. Hát, azt mondja, mi baj, Pali fiam? Semmi, mondok, csak azért jöttem, hogy viszem én is a derest.
Avva a pépára gyújtottam ott a szöme előtt, azt megsarkantyúztam az paripát. Úgy elrukkoltam onnan ögyemük a fönemit, az parancsolat.